Szia, Endre, arra kérlek, hogy egy pár mondatban foglald össze az előadásodat. Nagyon köszönöm, és örültem a meghívásnak, hogy itt lehettem a horvát-szlovén sikernapon. A címe az előadásomnak a babavárás és azt követő lépések voltak. Személy szerint is érdekel a dolog mélyebben, hiszen érzelmileg úgy kötődök a témához, hogy a leányunk babát vár, tehát unokánk lesz hamarosan. De már nem az első. Ez az első unokánk, és nagyon várjuk őt. És az a pocaklakó mindent megkap az anyukájától, hogy egészséges legyen. Ez volt az a téma, ami miatt muszáj szélesebb körökben beszélni ezekről a számokról, sajnos Magyarországon. A születésszám nem olyan magas, mint amit el szeretnénk érni. 2013-12-es adatot tudnék mondani, hogy 92 ezer csecsemő született, ugyanakkor 129 ezer ember meghalt. Most az okokat elemezzük, akkor egyik részére nem tudunk hatással lenni ez a társadalmi ok, második részére feltétlenül, amikor a személy, az egyén felelősségről beszélhetünk, és ebben szerettem volna tanácsot adni itt. Mindenképpen a születés előtt kezdődik az, amiről ma itt beszéltem, hiszen egészséges fának van egészséges gyümölcse. Ez a népi bölcsesség itt abszolút igaz. Fel kell készülni arra, hogy egészséges gyermek szülessen, hiszen az életnek ez az értelme, hogy folytatódik az, amit mi elkezdtünk. Aztán az unokánkban, meg a dédunokánkban úgy szintén. Feltétlenül látom én, hogy amit nem tudunk megoldani orvosi szempontból, tehát ha túl vagyunk a kivizsgáláson, a gyulladásos folyamatok kezelésen, az anatómiai szituáció helyreállításán, és mégsem érkezik a baba, annak az okát elemezve, táplálékkiegészítők feltétlenül szóba kerülnek, és egy olyan fajta lehetőség, amit a Forever tálcán kínál. Egy folyamatos méregtelenítés, a test rendbetétele, az immunrendszerünk stabilitása, ez alapvetően nélkülözhetetlen. Itt javasoltam elsősorban a tőzegáfonyás aloe vera italunkat, aminek eredményeképpen a vérképzőrendszer javul, a gyulladásos kórképek mögött megbújó egyéb törzsek, amiket talán gyógyszeresen sem lehet eltüntetni, itt van reményünk megoldani. Föl tudjuk készíteni a szervezetünket arra, hogy egészséges, nemzőképes személyek házasságából, párkapcsolatából legyen egészséges gyermek. Lehet javítani a sperma számon. Vannak olyan termékeink, amire abszolút alkalmasak rá, és látjuk, hogy 4-5-szörösére lehet növelni a himivar sertek számát, vagy éppen a női oldal felől pedig azt tudjuk elérni, hogy fel tudjuk készíteni a női szervezetet ásványanyagokkal, nyomelemekkel, enzimek előanyagaival, aminek révén egészséges lesz az a szülő. Ez a feladatunk. Le kell mondani néhány olyan drogról, olyan szenvedélyről, ami alapvetően meghatározhatja, hogy miért nem születik gyermek. Sajnos a mutatók azok, hogy ma Magyarországon a párkapcsolatok egy tizedében, 15%-ában nem születik gyermek. Ezen kell javítani, és nekünk foravereseknek az az alapvető küldetésünk, ha úgy tetszik, hogy ezen a tudásunk alapján javítsunk. Adjunk tanácsot, hozzáfogható termékeink vannak, amit a magzati életben az a csecsemő úgy fog meghálálni, hogy okosabb, intelligensebb lesz, amikor megszületik. Egész tárházát tudjuk adni. Csak néhány példát mondj meg, gondolom az összeset nem nincs idő felsorolni. Természetesen. Köztudott, hogy az omega-3 zsírsavak jelenléte a magzatban fejlődési rendellenességet előzhet meg, illetve vélhetjük róla, hogy a idegrendszer fejlődéséhez hozzájárul. Feltétlen szükségesek azok a vitaminok, ásványanyagok, kic vitamin vagy déli vitamin, aminek használatával sokkal nagyobb esély van arra, hogy a tápanyagok, vitaminok bekerülnek a szervezetbe. Ahogy növekszik az a baba, a méhlepény vérkeringésének biztonsága érdekében tudunk adni olyan termékeket, amik a legkisebb erek keringését javítják, például a ginkókuszt, vagy a nagyobb erek tisztaságát adják a halolajba, és ebből ne féljünk keves, nagyobb mennyiséget adni, hanem bőségesen adjuk. És amikor a gyermek megszületik, akkor az egészséges lesz, és aztán pedig már az első napokban kell adnunk a natur aloe vera gélt. Már 0 éves kortól. Igen.
van egy egész tárház, tehát a picitől a lábadozóig, iskoláskorúig minden van lehetőség. De az első időszak nagyon fontos. Fel kell erre készülni, erről szólt a mai előadásom. Köszönjük szépen!